1992. május 15-én nyitotta kapuit a genovai szakvilágkiállítás, melynek címe Kolumbusz 92, a hajók és a tenger, és augusztus 15-ig, tehát 3 hónapon keresztül egy Monstre program keretében próbálja a figyelmet az 500 éves évfordulóra irányítani. Ezek szerint a magyar színeket ezen a hajóvilágkiállításon Kopár István és a Szalambó képviseli majd? Hát gondolom, hogy is, de minden bizonnyal állíthatom, hogy a tengeri vitorlázást és a hajózást valóban én, hiszen nem csak mint tengeri vitorlás, hanem mint mahart tengerész, és ezen túl számos olyan, például a Magyar Hajóipari Egyesületnek elnök helyetteseként, illetőleg hát a Magyar Életmentők Víziszakbizottságának elnökeként azt gondolom, hogy a hajózási struktúrát és az egész vízi szolgáltatási vertikumot is képviselhetem ezen a szakvilágkiállításon. Amerika felfedezésének jubileumára nagy versenyt hirdettek meg, és úgy hírlik, hogy hatalmas flotta kell majd át az óceánon. Pontosan Kolumbusz hajóinak útvonalát követi a mezőny, az 500 fős mezőny, tehát az 500 hajóból álló mezőny, a dél-spanyolországi Palosból, ahol annak idején Kolumbusz is elindította a kis flottáját, indul a mezőny, és Madeirán, Kanári-szigeteken keresztül áthajózik az új világba, Amerikába, és ott ér véget a verseny, ahol Kolumbusz megpillantotta a kontinenst, az amerikai kontinenst San Salvadorba. Mégpedig azt is tudjuk, hogy pontosan október 12-én, hajnali 2 órakor pillantotta meg egy Rodrigo nevű matróz. Kolumbusz annak idején 71 nap alatt érte el az akkor Kelet-Ázsia partjainak vélt San Salvador szigetét. A mezőny vajon mennyi idő alatt teszi meg ezt a távolságot? December 19-ére datálja a versenyrendezőség, hogy az utolsó hajó is befut, a díjkiosztót erre az időpontra tervezik. Azt hiszem, kellő alázattal kell kezelni minden tengerre szállást és mindenféle találkozást a természettel, de hát azért mégis a várható nehézsége ennek az útnak lényegesen kisebb lesz, mint a földkerülő utamnak. Egy olyan jellegű híradás az, amit magyar színekben én ott képviselhetek, hogy ebben a népes nemzetközi mezőnyben mi magyarok, akik hát a tengertől meglehetősen távoli ország vagyunk, és képviseltetjük magunkat, bizonyíthatjuk, hogy még egy ilyen felfedező, nagy felfedezésre emlékező túrában is ott lehetünk, és a kreativitásunkról, a képességeinkről beszámolhatunk.